Kunce Gábor a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Közi csokolom, jó estét. Akivel szintén az elmúlt egy évben oly sokszor beszélgettünk itt a stúdióban, vagy hát oly többször elmondhatta a véleményét, elmondta a teljes körű összefogásról. Ami most van, erről ön is úgy vélekedik, hogy ez nem az, amiről ön például október 23-án, vagy akár itt az egyenes beszédben beszélt. Igen, ez nem az. Egyébként pedig két éve beszélgetünk, 2012. februárjában voltam itt először ebben az ügyben, és mondtam, hogy teljes körű összefogásra van szükség, ezt kényszeríti ki a választási rendszer. Aztán utána beszélgettünk akkor, amikor Bajnai Gordon október 23-án 2012-ben beszédet mondott. Én akkor azt hittem nagyon sokakkal, akik ott voltak a téren, hogy ez valaminek a kezdete, és kiderült azóta már, hogy az volt valaminek a csúcspontja, és hát azóta ez lefelé ment ez a érdekes, dolog. Érdekes, amikor valaminek nincs kezdete, csak egyből csúcspontja. Igen, de ha belegondol, hogy a Medián, amelyiknek én egyébként a szakmai tisztességében biztos vagyok, 15%-ra mérte akkor a támogatottságát, és amit ott Bajnai Gordon meghirdetett, az hiteles volt, és végrehajtható lett volna. És ne menjünk végig azon, hogy miért nem, csak azért említem ezt, mert megvolt az a pillanat, amikor lehetett volna valamit kezdeni a dologgal. Ami most van, ez nem az. Ebben a helyzetben persze így a vége felé, mert azt gondolom egyébként, hogy talán még jobb, mintha külön elindulnak. Így a végén lehet, hogy már csak ezt lehetett csinálni, de ezt most nagyon nehéz lesz eladni, nagyon nehéz lesz meggyőzni a választóikat arról, hogy na hát akkor ez van, de azért ti lelkesen gyertek és támogassátok. Miért lesz nehéz? Hát pont azt mondták, ezzel nyitott hétfőn Bajnai Gordon, utána erről beszélt Mesterházi Attila is, hogy hát a választóknak a hitet, a győzelembe való hitet kell nem is csak visszaadni, hanem hát akkor most kiépíteni és nyújtani felé. Igen, csak ez nem úgy, hát ugye ha most végig gondolom, hogy volt-e nekem valami ilyen aha érzésem, felszabadulás, hogy amikor meghallottam, hogy ketten leültek és valamibe itten megállapodtak, nem volt, mert olyankor történnek a lépések, amikor az idő azt már régen túlhaladta, hogy ezt végtelenség nem lehet csinálni, mert mondjuk április 6-án választások lesznek, de ha ez a beszélgetés például 2013. október 23 előtt történik, vagy például ha ez nem úgy történik, hogy elkezdünk üzengetni egymásnak, aztán szivárogtatunk mindenféle vad híreket, hanem szépen leülnek néhányan zárt ajtók mögött, és végigveszik, hogy mit kellene csinálni, és amikor van eredmény, akkor állnak ki az emberek elé. Aztán, ha esetleg még az is lett volna, hogy ez a személyi ambícióktól fűtött, rosszul sikerült tárgyalás sorozat esetleg azzal végződik, hogy mindenki egy kicsit feladja az ambícióit, hogy teret engedjen az esélynek, akkor azt gondolom, hogy mindenki azt mondaná, hogy igen, ez így rendben van, szívesen támogatom. Még nincs vége a tárgyalásoknak, persze bármi lehet, de nézze meg, hogy a reakciók azok kedvetlenek, vannak, akik elkezdenek kiszállni a dologból, másokról tudjuk, hogy még nem szálltak ki, de már berzenkednek. Akkor nincs meg az a jó érzés. Veszett fejsze? Nem, azt gondolom, hogy de soha nincsen választás előtt veszett fejsze. Biztos meg lehet csinálni, csak nagyon nagy hit kellene hozzá, persze hiteles emberek kellenek hozzá, persze taktikusabbnak kellene lenni, hát be kellene vonni másokat, nem magamról beszélek, én elmondtam itt is már, meg az október 24-e beszédben is, hogy a Szabad Előpolgári Egyesület semmilyen listás helyet nem kér, ráadásul nem párt, nem indul a választásokon, és ez nem változott meg ettől, mi ehhez tartjuk magunkat. Hát a Kunce Gábor még indulhatna. Hát, ahogy említettem korábban, én mondtam, hogy nem kérek listás helyet, és ezzel a dolog részemről be van fejezve, én nem változtatom meg azért a véleményemet, hogy itt most úgy tűnik, mintha történt volna valami, de vannak, akik pártként el fognak indulni, nem fognak bejutni, de 1-2%-ot a közösből elvisznek, ezt végig kellene gondolni, hogy ővelük mit kezdenek, és ennek nyilván lenne ára. De hát azt az árat lehet, hogy érdemes megfizetni, ha valaki
abban gondolkodik, hogy kormányt akar váltani, ugye erről is beszéltünk már itt, hogyha van egy világos cél, le akarom váltani a kormányt, akkor ennek rendelek alá mindent. Ha van ennek egyéb céljaim, hogy én beszeretnék jutni, én a listán előrébb szeretnék lenni, akkor ez a cél már elhomályosul, helyére lépnek más célok, és lehet, hogy ennek a következményeit látjuk most éppen. Azt mondja, hogy van ára, de hogy ezzel számolni kell. Az imént Bokros Lajosra is beszéltünk már erről, hogy azért ez se lehet olyan egyszerű a pártok vezetőinek megoldani azt a helyzetet, és megbeszélni a sajátjaikkal, hogy oké, most mi vagyunk a legnagyobb ellenzéki párt, eddig most 31 helyet adtunk már oda az Együttnek, akkor most ezt még kicsit kéne aprózni, mert most jönne fel még a DK, de még a Fodor Gábor is bejelentett, hogy csak akkor, hogyha hozza be a liberális eszméket, hogyha ők is listára kerülnek, és akkor még ott van Schmuck Andor, bár ő sose kért listás helyet, de hogyha egyedül elindulnak, akkor mi van? Tehát, hogy most mindenki adja oda saját helyét. Igen, hát ugye ez van akkor, amikor azt méricskéljük, hogy mi újság a pártokkal. Ha most azt kezdjük el méricskélni, hogy mi újság a szavazókkal, akkor egy kicsit másfajta képletet találunk, mert akkor azt kell vizsgálni, hogy mi az a formáció, amivel a legtöbb szavazó támogatását tudom megnyerni. És az mi? Hát az az, amikor megnézzük, hogy kik azok, akiket érdemes bevonni, és azokat bevonják. Na most ugye ráadásul, hogyha az elmúlt egy év történetet nézem, és itt erről is beszéltünk már itt egyébként, borzasztó sok hibát követtek el, mert amikor arra ment a játék, hogy ez se kell, meg az se kell, meg azokat se kérem, akkor valójában azt sikerült elérni, hogy megvadították a saját szavazóikat, hogy ne, ezekre nem szavazunk, mert ezek nekünk nem kellenek, ez a Juhász Péter probléma. A Juhász Péter addig beszélt arról, hogy nem kellenek a régiek, csak újak, és a korszakváltás, és a Gyurcsány se kell, és a MSZP se kell, addig faragta a saját dugáját, amíg most aztán sikerült neki beledőlnie, és ettől szenved most éppen szegény. Vannak ott még néhány egyébként, és én elmondtam egy éve, hogyha ezt csinálják, akkor innen nagyon nehéz lesz. Most arra kell felállniuk, hogy bocs emberek, eddig ezeket mondtuk, de végül is, ha igaz a közös cél, akkor tegyük ezeket az ellentéteket félre, álljunk össze, támogassuk ezt a így sikerült összefogást, ebből hát, ha még lehet valami, mert ha most mindenki elkedvetlenedik, megsértődik, kivonul, akkor ebből az egyébként szerintem már későn talált együttműködésből sem lesz valami normális eredmény. De ez a ebből még hát, ha lehet valami, igaz a mondat idáig, csak hogy folytatni is kell azoknak, akik most mindenképpen kormányváltásra készülnek, hogy akkor ők meg kormányzásra készülnek. Ha most a szereplők egy része húzza az orrát, vagy kényszerűen befogja az orrát, hogy nem ezt mondtam éveken keresztül, de akkor most mindegy, mellé állok, mert a cél az, hogy leváltsuk a kormányt. Hát az milyen felelős gondolkodás, hiszen nem csak a választás megnyerése a cél, hanem állítólag onnantól kezdve kormányozni is szeretnének. Hogy? Ha ez ennyire kényszer ez az összeállás? Hát azért, mert ugye a kényszert azt szüli, hogy ilyen a választási rendszer, és ilyen a kormány. Értjük. Tehát a kényszert a kormányváltás igénye szüli, és azt gondolom, hogy az ő támogatóik ebben legalább egyetértenek egymással. Utána aztán a különböző területeken ebben Szigetvárjának igaza volt, olyan nagy különbséget nem látok, vannak egyébként, mert a programokban, hogy persze a programokban különbségek, de azért, hogy az oktatással mit akar kezdeni, abban nincsen túl nagy különbség, hogy az egészségügyel mit akarnak kezdeni, azt most nem látom, mert ezek meg nincsenek részletesen kidolgozva. A gazdasággal mit akarnak kezdeni, ott is vannak nagyon azonos pontok, és hát vannak vadalmák, mondjuk, hogy mindenkinek alanyi jogon jár egy minimális fizetés, én ezt nem tartom egy végrehajtható ajánlatnak, de ezeket rendezik. Ja, de ez rendezik. Nem a jelenleg tárgyaló de pártok programjában van. De igen, nem baj, ezeket most nem kell asztalra tenni. A végén ebben persze meg kell egyezni, de azt kellene inkább világossá tenni az emberek számára, hogy eddig a harcra neveltek titeket, ha ránk szavaztok, béke lesz. Hogy eddig minden kiszámíthatatlan volt, ha ránk szavaztok, kiszámíthatóvá válik. Hogyha ránk szavaztok, akkor oda visszük Magyarországot, ahol a történelme sikeres időszakaiban volt is,
ahová tartozik Európába, és nem pedig az ellenkező irányba, mert hányszor azt csináltuk, akkor annak mindig vesztese volt az ország. Nem az a lényeg most, hogy az apró pici területeken mit fog csinálni, és azért azt meg lehet értetni 3-4 millió nagyon szegény emberrel, hogy ha ez a helyzet jó neki, akkor persze szavazhat oda is, de ha nem, akkor ebből valami kiutat kell találni. Az elmúlt 8 évet szokás szidni, igen. Ahelyett, hogy elmesélnék, hogy 30%-kal nőtt a nyugdíjak reálértéke, hogy a bérek mennyivel, hogy mi minden épült, akkor ennek ára volt, igaz, ez hiba volt, hogy így csinálták, de azt mondani erre, hogy ott rombolták le az országot, miközben annak az emberek egyértelműen nyertesei voltak, és erre nem mutatni rá állandóan, vagy amikor a Lázár János... Miért nem azt mondja, hogy így csináltuk? Amikor a Lázár János 850 vagy 950 fácán szerencsésen lelő, akkor nem venni elő azonnal azokat a beszédeket, amiket esetleg ő is mondott akkor, amikor Medgyessy Péter vadászata volt. Szóval nem értem, hogy mi történik. Egész egyszerűen keményebben, következetesebben, emlékezve a múltra, világosan látva a jövőt, és ezt el is mesélve az embereknek, lehet ezt a dolgot még mindig megfordítani. Ki kellene lépni ebből a kis szötyörgésből, amiben most éppen vannak. Szötyörgés? Hát most igen, azt gondolom. A jelenlegi szötyörgés után, hogyha ez az összefogás így marad, amit jelen pillanatban tudunk, hogy együtt PM, MSZP, DK, e harmadik szereplőről tárgyalnak most, állítólag ezekben a percekben is, hogyha így marad az összefogás ezzel a három szereplővel, akkor is lehet még ez egy győztes összefogás? Akkor megnyílik annak a lehetősége, hogy külön induljanak mások, és ebben meg Bokrosnak volt igaza, hogy minél többen indulnak külön, annál inkább növelik Orbán Viktor esélyeit. És a külön indulással... Nem fenyegetőző, a különindulásuk bejelentőinek nincs felelőssége, hogy azt mondják, hogy oké, most nem tudtunk megegyezni, de hogyha különindulunk, de akkor... De mondjuk be se hívtak minket, nem is álltak velünk szóba, nem tudjuk, hogy mi történt. Egyébként ott is lehet mérlegelni, mert van olyan a emlegetettek között, akinek van ugyan egy tömegbázisa, de azok a szavazók, azok bőven fognak a közös listára szavazni, és van olyan közöttük, amelyiknek a nagyon lényegesen kisebb szavazótábora viszont lehet, hogy nem támogatja ezt az összefogást. Szóval ezt is mérlegelniük kell, de én biztos vagyok benne egyébként, hogy ez is asztalon van és mérlegelik. Az ellen nekem nincs kifogásom, hogy ha már így alakult, hárman elkezdik, ha ennek az lesz a végeredménye, hogy azt is végig gondolják, hogy és még mit kell tenni annak érdekében, hogy minél nagyobb támogatást kapjon. Hát az a összefogás, ami így sikerült, ahogy sikerült ugye a Székely vicc, nem tudom, megvan-e, hogy melyik? Hát amikor a bácsi faragja a fát, és a lány vátszalad az udvaron, hogy mit farag édesapám, petrencét, aztán amikor újra jön, mit farag ustornyelet, aztán újra jön, mit farag fogvályót, ha el nem barmolom ezt is. És most ugye a fogvályonál tartunk, erre már vigyázni kellene, de nem az udvaron átszaladgáló lány volt a felelőse annak, hogy ez a dolog így történt. Lesz még önnek, hogy látja most a helyzetet, bármilyen szerepe ebben az összefogásban, ami most kinyílt, vagy így marad, vagy még jobban nyílik? Ha a listás helyekről beszélünk, akkor biztosan nem, bár nem kért föl senki, de nem is fogják megtenni, mert én erre nemet mondanék. És ha egyéniről beszélünk? Az nem merül fel, az én volt választó körzetem az megváltozott egy kicsit, mert több település belejött. Ott a MSZP-nek is, meg a DK-nak is van egy jó jelöltje, szerintem az is nehéz lesz nekik eldönteni, hogy ővelük mit kezdenek. Folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.